Jó estét kívánok kedves nézőink! Önök az Arénát, a Szombathelyi Televízió heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinját látják. Én nagyon bízom abban, hogy a jó idő ellenére, és ugye, hogy kaptunk plusz egy órát, szóval nagyon sokan dolgozhatnak kint, gondolom a kiskertekben, ennek ellenére is sokan tartanak majd velünk a mai napon, és annak ellenére is, hogy sorsolni ma nem fogunk, mivel egy picit rakoncátlankodik az SMS falunk, hogy ilyen szépen fogalmazok, de megígérhetem önöknek, hogy a jövő héten két nyeremény lesz majd. Reményeink szerint majd a Falkó csapatát kapunk kétszer-két darab belépőjegyet a csapat következő hazai bajnoki mérkőzésére, amelyet majd a sárga-feketék már a Felsőházban játszanak, tehát csak kizárólag remek csapat érkezhet, például a Szolnok, az Alba Kompa Körmend, vagy az Zalaegerszeg, ugyanis ez a négy gála jutott még be a Falkon kívül a felsőházi rájátszásba. Akkor gyorsan nézzük azt, hogy a mai napon mi az étlap. Birkózással kezdünk, aztán diáksport következik, kosárlabdával folytatjuk, a végén pedig zsinórlabda. Én azt mondom el inkább, hogy gyermeksport lesz a negyedik fogás ebben a menüben, és akkor kezdjük a birkózással, már csak azért is, mert a hétvégén rendezték itt Szombathelyen a Magyar Nagydíjat 15. alkalommal, a holnapi napon, azaz kedden pedig kezdődik az U23-as Európa-bajnokság, közel egy hét, sőt több mint egy héten keresztül Szombathely lesz a birkózás fővárosa. Közel 20 ország, több mint 120 versenyzője lépett szőnyegre a 15. alkalommal megrendezett kötött fogású birkózó Magyar Nagydíjon, mely Polyák Imre emlékverseny is egyben. A hagyományoknak megfelelően az esemény látványos nyitó ünnepséggel kezdődött, melyen természetesen Puskás Tivadar polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Szombathely számára az, hogy immáron 15. alkalommal rendezheti meg a Magyar Nagydíjat, ez mindenképpen értéket jelent. Értéket jelent, hiszen ebben a városban ilyenkor a birkózó sport színejava megjelenik, és ez annak köszönhető, hogy Szombathelyen a birkózás értékelt és magas színvonalú sportág. Azért jönnek ide a magyar Grand Prix-ra is a versenyzők, mert tudják, hogy itt nagyszerű körülmények vannak, és tudják azt, hogy Szombathelynek olyan birkózó múltja van, amely ezt megérdemli. Ennek köszönhetjük azt is, hogy néhány nap múlva itt indul az U23-as Európa-bajnokság, az az Európa-bajnokság, ahol a felnőtt korosztályban lévő nagyszerű versenyzők 35 országból 368-an részt vesznek ezen a küzdelmen. Én azt mondhatom, hogy Szombathely városa mindig igyekszik megfelelő körülményeket teremteni a világversenyhez is, meg a Magyar Nagydíjhoz is. Úgy látszik, ezért is szeretik Szombathelyt ilyenkor. Szombathely ilyenkor a birkózás fővárosa. A versenyrangjának megfelelően a Magyar Birkózó Szövetség teljes vezérkara Szombathelyre érkezett. Németh Szilárd elnök több elismerést is kiosztott. Díjat, ajándékot kaptak a sportág egykori bajnokai közül többen is, de rajtuk kívül Hende Csaba, Puskás Tivadar és Kocka Tibor is elismerést vehetett át. Nagyon köszönöm először is a szombathelyiek támogatását. Mindig szívesen jövünk ebbe a városba. Tavaly a jubileumi év folyamán is egy nagyszerű versenyt rendeztünk. Idén pedig tényleg összetudtuk vonni ezt a Grand Prix-t, a Magyar Nagydíjat, a már hagyományos Magyar Nagydíjat, amely egyébként a nemzetközi életben, a birkózó életben a legnagyobb ilyen típusú verseny. Itt is most 20 ország, több mint 120 sportolója vesz részt ezen a nagydíjon. De ezt összevontuk az U23 Európa-bajnoksággal. Ott még nagyobbak a számok, 35 európai ország. 35 európai ország jön ide Szombathelyre, és én azt gondolom, hogy ez a magyar birkózás életében, a magyar birkózó családnak egy nagyon jelentős nemzetközi elismerés, de szeretném folytatni a sort, mert az idei újvidéki EB és a párizsi VB után 2018 októberében Budapesten rendezhetjük meg a felnőtt világbajnokságot mindhárom fogásnemben, a kötött fogásban, a szabad fogásban és a női birkózásban is, és azt hiszem, hogy az a munka, amit elkezdtünk 2000 a választás után 2015-ben, az a munka, az most kezd majd beérni. Ennek a mostani versenynek külön pikantériát kölcsön az, hogy lényegében most kezdődik el egy olimpiai ciklus. Gondolom ebből a szempontból fontos az, hogy a verseny részt jól lebonyolódjon, másrészt az, hogy a magyarok eredményesek legyenek. Természetesen olyan versenyeken kell részt vennünk, ahol igazából a lelkünk is erősödik. Hát itthon
Szombathelyen, azt hiszem, hogy ilyen verseny lesz. Azt hiszem, hogy ilyen lesz az Újvidéki is, hogyha a Kárpát hazára gondolok, akkor azért nagyon jól tudjuk, hogy a délvidéken megméretkezni is nagyszerű dolog, már csak azért is, mert kinyitottunk a Kárpát-medencei magyarság felé, nyitottunk nemzettestvéreink felé, itt van épp a programunk az egy szőnyegen, egy nyelven, együtt a magyar birkózásért. Szeretnénk, hogyha a határon túli sportolóink magyar válogatottként tudnának részt venni, és ehhez mi már rendelkezésre bocsájtottuk azt az új rendszert, amiben lehetővé tettük egyébként, hogy akár román, akár szerb, akár szlovák, akár ukrán színekben a magyar sportolók, vagy pedig, hogyha úgy döntenek, mert magyar állampolgárságuk is van, akkor magyar színekben, magyar bajnokságon részt vehessenek. Szerintem nagy dolgok előtt áll a magyar birkózás. A viadalon a magyar sportolók kifejezetten jól szerepeltek. Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, Korpási Bálint és Bácsi Péter legyőzhetetlennek bizonyult súlycsoportjában. Kis Balázs, valamint Lán Bálint pedig egy-egy bronzérmet gyűjtött be. A hat érmes közül Lőrinc Tamásnak ez volt a hatodik szombathelyi bajnoki címe. Ez az év első komoly nagy nemzetközi versenye, úgyhogy mindig itt tudjuk felmérni igazából, hogy milyen állapotban vagyunk, és hát én, amint a szám is mutatja, nagyon szeretek itt versenyezni. Nagyon szép a terem, nagyon jó meg van rendezve mindig ez a magyar nagydíj, és általában sok néző is van, hát sajnos most egy kicsit kevesebb, mint ahogy megszokhattuk, de mindig nagy öröm Szombathelyen szőnyegre lépni, és főleg nyerni. Egy új sorscsoportban nyertél, mennyivel volt ez másabb, mennyivel volt ez mondjuk nehezebb, mint az előző? Hát ez azért teljesen más, itt azért erőben nem én vagyok a legerősebb, mint amihez hozzászoktam, 66 kilónál nem igazán volt nálam erősebb abba a súlyba. És hát itt egy kicsit máshogy kell felépíteni a taktikát, de úgy gondolom, hogy egyre jobban megy, és egyre jobban fel tudom venni a versenyt a legerősebbekkel is. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon is egy hasonló jó eredményt tudok elérni. Milyen muníciót jelenthet az EB-re ez a győzelem, mert gondolom építkezni igazából a győzelmekből lehet. Hát igen, igazából a tapasztalatokból, természetesen jobb a pozitívból, de azért a negatívból is lehet. Itt is azért vannak olyanok, amik úgy gondolom, hogy jó volt, van, amit még javítani szeretnék. Igazából sikerült két olyan mérkőzést is nyernem, ami nagyon fontos számomra, két jó embert sikerült legyőznöm. És hát ez azért ad némi önbizalmat, meg erőt a folytatásba, hogy jó úton haladunk. Én még mindig úgy érzem, hogy van azért mit hozzátenni, főleg ebbe a 75 kilóba. De hát nagyon várom a további kihívásokat. A magyar nagydíj után kedden egy újabb jelentős birkózóverseny kezdődik Szombathelyen. Az U23-as Európa-bajnokságon a nevezések alapján több mint 30 ország sportolói lépnek majd szőnyegre. Ahogy polgármester úr is mondta, kedves nézőink, tehát Szombathely a birkózás fővárosa, de Szombathely nem csak a birkózás fővárosa, hanem szerintem nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy Szombathely a diákolimpia, a játékos sportversenyének is a fővárosa, ugyanis remekelnek rendre a szombathelyi iskolák ebben a vetélkedésben, és most az idei bajnok, a Zrínyi iskola három képviselőjét köszönhetem itt a stúdióban, még pedig Kis Gábor igazgatót, Vadász Gábor és Gubján Tamás testnevelőket. Sziasztok, jó estét kívánok! Az első dolog egyértelműen a gratuláció. Nem kérdés, hanem gratuláció. Szívből gratulálok nektek. Én azt hiszem, hogy elnézve az előzetes versengéseket, maximálisan megérdemeltétek ezt a címet, a bajnoki címet, és hát ugye ez egy óriási javulás a tavalyi második hely után. Milyen érzések motoszkálnak ilyenkor egy iskolai igazgatóban? Gondolom a büszkeség az elsődleges. Szavakkal leírhatatlan. Már az érzés is, hogy a nyertes csapat két felkészítő kollégája mellett ülhetek, ez egyszerűen szavakkal nehezen leírható érzés. Felértek a fiúk a csúcsra, történelmet csináltak, az Rinyinek ilyen még soha nem sikerült, de nemrég mondtam, a következő 20 évben talán szerénység nélkül, hiszen olyan technikák, olyan módszerek vannak a fiúk birtokában most már a felkészítés során, amiről majd ők fognak beszélni, ami méltán jogosít minket arra, hogy nem csak a mostani sikernek örüljünk, hanem bizakodva tekintsünk a jövő felé. Úgy szóval én is a gratulálók sorát erősítem, mellettem a 671-ből levonom a 18-at, plusz a tanárikart hozzáteszem, tehát közel 700 a gratulálók tábora, és természetesen azon szülőké, akik végigkövették az eseményeket, és egy emberként buzdították a csapatot. Gratulálunk, fiúk!
Én azt hiszem, hogy nagy várakozásokkal utaztatok olyan szempontból, hogy mi szurkolok, mert én nyugodtan magamat is ebbe a kategóriába sorolom, mert imádom ezt a versenyt évek óta. Ennek egyszerűen egy olyan légköre van itt Szombathelyen is az előcsatározásoknak, hogy irigylés nem mértó. Én sok NB1-es mérkőzésen, csapatjátékban nem tapasztaltam ilyet. Gábor, mi volt akkor ez a cél, amivel utaztatok? Hát igazából az, hogy már az 1-8-ban vagyunk, az már azt gondoljuk, hogy egy elég nagy dolog. A céljaink között természetesen a dobogó, mint ahogy mindig is, amikor kijutunk egy országos döntőbe, akár 8-as vagy akár 20-as döntőről legyen szó, a dobogó a cél természetesen, és persze az, hogy a saját magunkat legyőzzük, illetve a saját idejénket megjavítsuk. Tamás, az mennyire segített nektek, hogy itt már használtam ezt a kifejezést, de ennél maradnék az előcsatározások során, nagyon meg kellett küzdeni azért, hogy kijussatok ugye az országos verseny döntőjére, már csak azért is, mert ugye a Derkocs azért rendesen megszorongatott benneteket itthon is. Nagyon sokat köszönhetünk a Derkocs iskolának, mert nagy erőre búzított minket, és megkaptuk az első pofont tőlük, ami észhez térített minket, és át kell gondolnunk a felkészülésünket, és arra megállapításra jutottunk, hogy igen, más eszközökhez kell nyúlnunk, másképp kell a gyerekekkel foglalkoznunk ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk. Ez én úgy gondolom, hogy egy összefogás, Gábor, nem? Tehát itt összefognak a testnevelők, összefognak a gyerekek, összefognak a szülők. Az imént említettem, hogy szenzációs a hangulat, nagyon sokan voltak a helyi vetélkedéseken és a szurkoló táborotokban. Mennyien kísérték el a csapatot Egerbe, és hát milyen volt a hangulat, amit ők varázsoltak? Az a fantasztikus helyzet, hogy én viselhetem Gábor nevét, Gábor pedig az enyémet, úgy hiszem, hogy ez a kérdés elsősorban Gábornak szól. Igazából 35-6 szülő érkezett velünk Egerbe. Egy része busszal, másik része pedig konvojba utánunk, illetve utólag szombat reggel érkeztek autóval. Hát óriási volt a hangulat, teltház volt az egri sportcsarnokban, az egriek ugye hozták a dobjaikat, a kürtjeiket, de hát a mi szombathelyi szurkoló táborunk hangját azért lehetett hallani, sok molinóval, bekiabálással és tánccal színesítették a napunkat. Visszadobom, Gábor, neked akkor most a labdát, már csak azért is, mert az Zrínyiről tudjuk azt, hogy egy nagyon sportos iskola. Tehát nagyon komoly sikereket értetek el nagyon sok sportágban. Itt nekem hirtelen például a torna jut eszemben, de például a kosarasaitoktól kezdve nagyon sok siker volt. Milyen helyet foglal el a sportágak között a jelentőségét tekintve a játékos sportversenyek, amiről azért tudjuk azt, hogy óriási hagyományai vannak országos szinten, és főként Szombathely szinten. Szakemberek tudnának erről igazán beszélni, mellettem ülő két testnevelő kollégám úgy szintén, de azt gondolom, hogy mindennek az alapja az atlétika, és mindennek az alapja képezik azok a csapatsportok, ami összefogást, együttműködést, koncentrációt, illetve olyan képességeket, készségeket fejleszt, amelyek aztán a későbbi sikeres sportolói pályafutáshoz szükségesek. Tehát egy ilyen csapatverseny, akárhogy is nézzük, a későbbi egyéni és más csapatsportok sikerét is megalapozza, a fiúk is úgy így nyúlnak ehhez a témához. Mi pedig a iskola közössége, diákok és természetesen kollégák megbecsüljük, és mondhatjuk ezt csodálattal vegyes. Az irigység szót itt nem illik mondani, de hozzáteszem, hogy ez inspiráló más tantárgyaknak, illetve természetesen más sportágoknak is, hiszen ilyen szép siker azért valljuk meg őszintén viszonylag ritka, még akkor is, hogyha, ahogy említetted, sportos iskolaként, azt pedig én teszem hozzá, országosan már megkerülhetetlenek vagyunk. És hogyha hozzáteszünk még azt is, hogy végigvezetve magabiztosan nyertétek meg ezt az országos bajnoki címet, akkor azért tényleg kellemes lehetett mondjuk az utolsó versenyszám, ugye gondolom a 10. versenyszám előtt már tudtátok, hogy bajnokok vagytok. Hát mertétek remélni ezt, hogy ennyire tét nélküli lesz majd a kötélhúzás? Nem mertük remélni. Titkon talán bíztunk benne. Hát ahogy egyre jobban lépkedtünk a versenyszámok között, és láttuk, hogy futasszekér, és a gyerekek összpontosítottak, és oda koncentráltak, és amit elmondtunk nekik, amit megtanultunk, amit átbeszéltünk, mert nagyon fontos volt a mentális felkészítés, nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk erre, azt visszakaptuk a gyerekektől, és akkor láttuk, hogy jönnek az eredmények, jönnek a pontok, jönnek a nyert játszmák, feladatok,
Ugye, ha jól emlékszem, 10 versenyszámból 8-at megnyertünk. Az egy, a kötélhajtás volt az, amikor több csapat is végigcsinálta másfél percet. Ugye 12 gyerkőztek kellett másfél percen keresztül szögdelnie. Ezt mi is végigcsináltuk, és két versenyszám volt olyan, ami, ahol becsúsztak hibák, de ez egy versenyben ez előfordulhat. És utolsó versenyszámhoz értünk, akkor azt gondolom, olyan megtiszteltetés ért minket, oda jött az előző év bajnoki csapat vezetője, és megkérdezte tőlünk, hogy milyen érzés az, mikor az utolsó versenyszám előtt is tudjátok, hogy ti lesztek a bajnokok, és nyugodtan várhatjátok az utolsó versenyszámot, és mondtuk, hogy felemelő érzés. Eddig irigykedtünk rátok, mert az előző bajnokságot ők nyerték, sőt az előzőt is, viszont most akkor nyugodtan mehetünk az utolsó versenyszámra, és így feltüzelve azt mondom, hogy 100%-os erővel, bedobással az utolsó versenyszámot is megértük. Egyéb iránt akkor ugyan az utolsó versenyszámnál az erő is nagy szerepet játszik, elvére kötélhúzásról van szó. Milyen tematika alapján válogattatok össze a gyerekeket, mert ugye az nem könnyíti meg a feladatot, hogy itt fiúk is, és lányok is vannak a csapatban. Hát alapvetően minden korosztályban két-két gyermeket, fiút, illetve lányt lehetett betenni a kötélhúzásba is, mint minden más feladatba. A tematikánk az volt egyrészt, hogy minél nagyobb súlyú gyermekek vegyenek ebben részt, akik ráadásul erőt is tudnak kifejteni, mert vannak olyan kisebb termetű gyermekeink, akik iszonyatosan gyorsak, de mondjuk a maguk 20 kilójában nem tudnak akkor erőt kifejteni, mondjuk a 30 kilós társa. Bocsáss meg, én azért ezt magamtól is kitaláltam volna, hogy a kötélhúzásnak milyen tematika az összességében, tehát hogy jótom 18 gyermek alkotja a csapatot, hogy ennek az összeállításában milyen tematikát Értem. Hát nagyon egyszerű, mi folyamatosan mértük a gyerekek teljesítményét a stopper segítségével természetesen, és aki a legjobb volt bizonyos versenyszámban, azokat tettük be ebbe a bizonyos játék részekbe. Tehát igazából csak az idő számított. És persze közben, mérkőzés közben volt olyan, amikor változtattunk, amikor láttuk azt, hogy valamelyik gyerek fáradtabb, mint amit szeretnénk, hogy amilyen teljesítményt tudna nyújtani, és láttuk rajta, hogy az nem fog menni, vagy éppen rumlizott, tehát lefehéredett valamelyik játék részben, akkor ott természetesen cseréltünk. Nagyon régen voltam már általános iskolás, de emlékszem, hogyha valahol jól szerepeltünk, mondjuk én túlnyomó részt kézlabdába szoktunk eredményeket elérni, akkor igazgatói dicséret szokott volt járni, meg osztályfőnöki dicséret, meg hasonlók. Most te mit tervezel, Gábor? Hát csütörtökön egy tortapartit rendezünk, de ezt a gyerekek még nem tudják, fiúkkal már egyeztettem. Most akkor első kézből megtudhatja, így aki van. Nézi az arénát. Kicsit át kell rendeznem az igazgatói irodát, hogy minden elférjen. Tenyerünkön fogjuk hordozni a gyerekeket, meg kell, hogy érezzék, hogy amit letettek az asztalra, ez nem semmi diákosan élve, hiszen még az egyetemi felvételiüknél is az a 10 pont majd hozzá fog járulni. Fanatikusak voltak a gyerekek, és ez a fanatizmus jó értelemben a két kollégától, és ez ebben a nagyszerű, hogy ezt a lelkesedést képesek voltak átadni, ez a lelkesedés fűtötte a gyerekeket is, fűtötte tulajdonképpen a lelkesítés szülői kört is, akik aztán egy emberként, ahogy itt említettem, tehát félelmetes, fantasztikus összefogás, gyönyörű pillanatok is, ahogy említettem, történelem. Ha jól tudom, és már többször beszélgettünk itt ebben a stúdióban is a játékos sportversenyekről, hogy ilyenkor a testnevelő tanárok lényegében a szabad idejüket áldozzák fel arra, hogy a csapatot felkészítsék. Ilyenkor, amikor egy ilyen eredmény születik, aminek az eredménye ez az óriási serleg, amit itt láthatnak a kedves nézők, azért gondolom felmerül bennetek, hogy minden másodperce megérte, amit a gyerekekkel töltöttetek. Igen, így van, hogy mondod. Tehát azt az érzést nem lehet elmondani, mikor kint állsz ott a nagy közönség előtt az eredmény hirdetésnél, és nem csak a gyereknek, hanem a testnek is a nyakába akasztják az érmet. És hát én még gyerekekkel nem voltam országos bajnok. És nagyon szerettem volna lenni ebben a sportágban, főleg mi elhatároztuk a Gáborral, hogy addig csináljuk ezt a sportágat, amíg még országos bajnokok nem leszünk. Ez megtörtént, felértünk a csúcsra, hogy mondta az igazgató úr. Hát most mi elgondolkodunk a folytatáson. Hát jó, hogy gondolkodtok. Félretéve a vicc. Szóval tényleg felemelő érzés volt, és ezt nem tudom szavakkal írni. Könyvbe lábadt a szemem, megmondom őszintén, és együtt örültem a gyerekekkel és a kollégámmal. Folytassuk akkor a te kérdéseddel lényegében, ami lényegében a jövőre vonatkozik. Azt szokták mindig mondani, hogy egy bajnoki címet megvédeni, az sokkal nehezebb, mint kiharcolni. Sikerül majd megvédeni? Hát azon fogunk dolgozni természetesen, hogy legalább ilyen eredményt elérjünk. Tehát első sorban az országos 1-8 lesz ismételten majd a cél, ott a saját idejénket megjavítani, illetve a feljövő gyermekeket bekapcsolni ebbe
a versenyzésbe, illetve a mellettük dolgozó, úgymond a nem gyerevelünkös gyerekeknek is legalább ugyanazt nyújtani testnevelési órákon, mint mondjuk, amit kapnak a gyerevelünkös játékosok. Azért azt tudni kell, hogy volt két olyan játékosunk idén, aki szeptember végén kapcsolódott be ebbe az egész játékba, egy negyedik is és egy harmadikas gyermekről van szó, akik óriási teljesítményt nyújtottak ebben a 7 hónapos felkészülési időszakban, ami azt jelzi, hogy gyakorlatilag bárkinek megvan az esélye arra, hogy akár jövőre ott legyen a remélhetőleg az országos 1-8-ba ismételtem. Iskolaigazgatóként ilyenkor nem merül benned esetleg fel, hogy a sportpolitikát kihasználva mondjuk Szombathelyre kéne hozni a jövő évi döntőt? Mert az lenne az igazi, hogy mondjuk megvédeni a bajnoki címet hazai környezetben. Annál felemelőbb érzés? Én már a következő 10 évet beterveztem, mindenféle programot, többek között ezt is, de Sportiskolák Országos Szövetségének országos elnökségét, szakmai fórumát, hát közel 6000 gyerekből 287 csapatból elsőnek lenni, azt gondolom, hogy talán az a tisztesség is kijár, hogy amennyiben Szombathely is felkarolna ezt a remek ideát, akkor a következő évben esetleg egy nemes felajánlásként méltó helyszíne lehetne Szombathelynek, és esetleg bár biztos mérgesen néztek rám, mert az esélyesség terhe bizonyosan elég nehéz puttony, de ezzel együtt egyre nagyobb terhekkel még nagyobb öröm felérni a csúcsra. Én azt hiszem, hogy ez kellemes teher lenni. Lenne, azzal fejezném be, amivel kezdtem, szívből gratulálok nektek, és köszönöm szépen, hogy bejöttetek a stúdióba, rögtön a verseny utáni napon. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk kosárlabdával, már csak azért is, mert a hétvégén nagyon fontos mérkőzést játszott Jászberényben a Falkó Vulcano Energia KC csapata, a tét a felsőházba kerülés volt. A felsőházba jutás szempontjából rendkívül fontos mérkőzést játszott Jászberényben a Falkó Vulcano Energia KC kosárlabda csapata. Ennek megfelelően kissé idegesen kapkodva kezdtek a szombathelyek, így a nyitónegyed végén 23-20 arányban vezettek a légiósaik találataira alapozó hazaiak. A folytatásban szerencsére megnyugodott a vasi csapat, és szép lassan átvette az irányítást. Ennek köszönhetően a nagyszünetben már Szrecskó Szekulovics legénysége járt előrébb 4 ponttal. Térfélcserét követően pedig állandósult a sárga-feketék fölénye. A záróetapnak már 63-50-es vezetéssel futhattak neki a vendégek. Ezt a jelentősnek mondható előnyt pedig még növelni is tudták, és végül 83-66 arányban megnyerték az összecsapást. Nagyon szép volt, amikor visszajövök megint a Jászberény. Köszönöm szépen a szurkolók, ilyen taps, amit kaptam a meccs előtt. Ez jelen, de emberek nem elfelejteni. Mit csináltunk múlt szezonon. Nagyon nehéz meccs volt, és nagyon nehéz meccs volt, nagyon erős ellenfél volt. Nálunk ez nagyon fontos volt, de a Gyúz ellen biztos vagyunk a elsőt, és azért volt a kicsi nyomás, meg nagyon fontos minden játékosok. Gratulálok a Jászberényék, nagyon jó meccs csinálunk ma este, szerintem nagyon jó meccs volt, mind a két csapat játszó, maximális mi tudunk. Lehet, hogy mi kicsi jobban voltunk, és mi a kritikus momentum tudunk dobni. Jobban videkézzünk, sok támadó lepatona volt, amikor fontos volt, és végé befejezünk a meccs, amennyi mi akarunk. Boldog vagyok, azért csináltunk, a Falko a múlt szezona volt 9. hely, és most csináltunk az első lép, de megyünk a legnagyobb öt. Most jön az a nagyon nehéz meccsek, minden meccs a rangadó, ez harcolunk most a pozíció, a rájátszás, csak biztos nem fáj a fej, ott rájátszás biztos vagyunk, ez 100%, ez nagyon fontos. A Falkó csapata a 4. helyen zárta az alapszakaszt. A szombathelyek 17 győzelmük mellett 9 vereséget tudhatnak magukénak, akár csak a 3. helyen álló Szolnok és az 5. Zalaegerszeg. A felsőházi középszakasz pontos menetrendje majd a napokban alakul ki, így azt még nem lehet tudni, hogy melyik együttes ellen és hol kezdenek a sárga-feketék. Kedves nézőink, akkor a folytatásban is kosárlabdán, és itt köszöntetem a stúdióba Váradi Kornél edzőt. Szia, jó estét kívánok!
De estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. És lényegében te egy közös pont vagy, mégpedig a felnőtt csapatnál is érdekelt vagy, és az U20-asnál is. Ugye így is fogalmazhatnék, hogy az egyiknél beosztott, vagy a másiknál főnök, hogyha jól sejtem. A lényeg az, hogy mind a két együttes ugye Jászberényben játszott a hétvégén, mind a két csapatnak nagyon-nagyon fontos volt ez az összecsapás a hazaiakkal, és a 83-66-ra nyerő felnőtt csapat mellett az U20 86-57 arányban nyert. Miért volt a számotokra nagyon fontos ez a mérkőzés, és most természetesen az U20-ra kérdezek? U20-ban azért volt fontos, hogy igenis az országos döntőért hajtottunk. Nagyon jól kezdtük a szezont, közben sok sérülés volt, így és főként azok a játékosok estek ki, akikre stabilan számítottunk. Gondolok itt Durázi Krisztoferre, Kovács Bencére, közben Berák Denisre, Krisztofernek ugye gerinc problémái voltak, Kovács Bencének volt egy kellemetlen kéztörése, majd utána egyetemi mérkőzésen megsérült. Berák Denis szintén egyetemi mérkőzésen megsérült, és itt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Próbáltuk a fiatal játékosainkat még előbbre tolni, akik meg is állták a helyüket. Gondolok itt az U18-as játékosra. U18-as játékosokra a stabil U20-as játékosok közül Kozma Gergő és Hódi Patrik volt, aki szinte minden mérkőzésen pályára tudott lépni. Ugye még jött hozzájuk sérülésben Németh Balázs, majd szezon közben csatlakozott hozzánk vissza Körömi László. Viszont tényleg akik előre léptek az U18-as csapatunkból, gondolok itt Dancsics András, Kis Mihály, Németh Bence, akik stabilan tudtak játszani az U20-as bajnokságban, és stabilan úgy tudtak játszani, hogy tudtak mérkőzésen nekünk úgy segíteni, hogy például Andrisnak a triplái kosarai, a Misi vagy a Bence védekezésben tudott rajtunk úgy segíteni, hogy tudtunk előnyt kovácsolni ellenfelekkel szembe. Ennek volt tudható, úgy gondolom, az, hogy itt január-februárban ez a sérülés hullám és sok-sok betegség, az, hogy kicsit visszaestünk, de így is, amit megcsináltunk előnyt szezon elején, az megmaradt, és még a végén belefértek így is bakik, amikkel nem számoltunk. De hát mikor így felforgatva játszik az ember egész szezonban, akkor nehéz utána visszatalálni a helyes útra, de nekünk ez végül a végére sikerült, és azért volt fontos, mert hogyha mi nyerünk, akkor biztos, hogy négybe vagyunk. Hogyha kikaptunk volna, akkor a körben meg tudott volna minket előzni, amennyiben otthon megveri a Szolnokot. Ez sem történt meg, mi pedig magabiztosan győztünk. Büszke vagyok a srácokra, mert tényleg sok hullámhegyünk, hullámvölgyünk volt a szezon során, és stabilan tudtunk hozni egy olyan átlagot, hogy megérdemelten ott legyünk ebben a 8-as döntőben. Én úgy gondolom, hogyha ezek a balszerencsés dolgok nem kísértenek minket, akkor előbbre is tudtunk volna végezni, viszont a 8-as döntőn ott mindenki tiszta lappal indul, és az egyenes kieséses szakaszban bármi megtörténhet. Már csak azért is, mert azért, hogyha jól látom, itt azért tényleg sok olyan játékos van a keretedben, mondjuk tényleg Kovács, Durázi, Hódi, Kozma, akik a nagy csapat keretében is bent vannak, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó játék lehetőség nekik, már csak azért is, mert ugye most a Falkónak nincsen B-csoportos csapata. Igen, ez egy jó játék lehetőség nekik, mindemellett továbbra is úgy gondolom, hogy egy egyetem, amelyik most ugye most az LTS tartozik, és itt vannak a tehetséges fiataljaink, fontos lenne nagyon, hogy NB1-B-s csapatunk legyen. Láthatjuk ezt más városokban, mint például akik játszottunk ellenfelek, egy Pécs, Fehérvár, és Mavc érezhető volt, hogy rutinban, amivel NB1-B-be edződnek, és rutinos játékosok ellen játszanak, kicsit előrébb vannak, mint mi, és ezek el tudnak dönteni egy mérkőzést. Mindamellett persze megpróbáltuk megadni a maximális játék lehetőséget, ugye Gergő és Patrik végig tudott játszani, a Kovács Bence még a mérkőzések felé tudott csak pályára lépni sérülések miatt, de amikor ő is a pályán volt, akkor segített mindig a csapaton. Jászberi nagyon messze van, de gondolom jó volt az út hazafele már csak azért is, mert nyert a felnőtt csapat is, és nyert az U20 is. Felszabadult volt a hangulat, örültek a fiatalok is, örültek a felnőttek is. Mindenki elérte végül is azt a célt, amiért utazott, hiszen a mi célunk az a döntőbe jutás volt, a felnőtt csapatnak a célja, hogy idegenbe újból győzzön, és ezzel bebiztosítsa helyét a legjobb öt között, mert mindenféleképpen oda akartunk tartozni, nem a középházba, mert az egy kicsit veszélyesebb műfaj. Ezt láthattuk a tavalyi szezonban is. Térjünk vissza egy picit akkor az U20-hoz, már csak azért is, mert ugye van ennek egy tematikája, tehát ugye, hogy a nyugati négy, ha jól tudom, a keleti négyjel fog majd meccselni a 8 között. Hol lesz a 8-as döntő, és annak mi a lebonyolítási rendje, és mikor természetesen?
Ez most úgy néz ki, hogy az NB1 A csoport 20-as bajnokságának az első négy csapata kerül össze a B csoport keleti és nyugati első négyével. Ők még játszanak egy kört, hogy lerendezzék a pozíciókat. Mi, mivel a negyedik helyen jöttünk be, ezért a B csoport első helyezettjével fogunk találkozni, ami biztos, hogy egy erős csapat lesz, hiszen a B csoportban is vannak olyan akadémiák, akiknek nagyon erős utánpótlásbázisuk van. Ott a torna az Budapesten lesz, május elején egyenes kieséses rendszer. Magyarul, aki az első nap nyer, az felső ágra megy, éremért játszik, aki kikap az alsó ágra 5-8. Helyért. Én nekem volt szerencsém már ilyen részt venni, akkor se első helyen mentünk be, egy U16-os bajnokságnál, és a hazai csapatot kiejtve jutottunk el a döntőig, és ott meg tudtuk verni a körmendet. Ez egy külön műfaj. Ugyanaz, mint egy rájátszás. Akinek éppen jobb napja van, aki élesebb, aki jobban koncentrál, az meg tudja verni az erősebb ellenfele, de ki is tud kapni a gyengéptől. Hát az biztos, hogy a döntőben a körmenddel nem fogtok találkozni, akkor ugye, mert a körmend nem jutott be. Akkor körmend nem jutott be, ez köszönhető annak, hogy kikapott a Szolnoktól, viszont annak is, hogy egymás elében jobbak voltunk. Szóval, hogyha nyertek is volna, és mi is nyerünk, akkor is mi vagyunk benne. Egy kicsit akkor jobban mélyedjünk bele az esélylatolgatásba, már csak azért is, mert ugye a beszélgetésünk helyen azt említetted, hogy amikor teljes kerettel tudtatok kiállni, akkor nagyon-nagyon jók voltatok, nagyon jól indultatok, utána jöttek a sérülések, betegségek. Hogyha optimális esetben minden játékosod a rendelkezésedre áll, a rendelkezésetekre, ugye már hárman vezetitek ezt a csapatot, akkor azért az érmesélyezések abszolút nem elérhetetlenek. Úgy gondolom, hogy egész szezonban, akkor itt kicsit kijavítom magam, nem volt olyan optimális helyzet, hiszen már sérüléssel kezdtük a szezont hiányzó emberrel, majd azzal folytattuk, de közben próbáltuk mindig úgy megoldani, hogy a lehető legjobb csapat álljunk és a legjobb szerkezettel. Persze lehet itt azt mondani, meg esélyt latolgatni, hogy mi van akkor, ha sportban nincs, ha amit megcsinálunk a pályán, az a miénk, az győzelmet ér, vagy vereséget ér. Mindig azt mondjuk a srácoknak, tegyük ki a maximumot, ami van. Ugye velem dolgozik még Váradi Attila és Vajda Gábor. Folyamatosan tervezzük úgy a munkát, hogy a játékosok megfelelő pihenőt is kapjanak, és mellette megfelelően tudjuk őket felkészíteni a mérkőzésekre. És próbáljuk ezt úgy kihozni, hogy ne legyen ha, hanem mi, amit tudunk saját erőnkből, minél többet kihozunk a mérkőzésből. Ha most rossz májú akarnék lenni, nem akarok, akkor azt mondanám, hogy azzal, hogy a felnőtt csapat bejutott a felsőházi rájátszásba, lényegében nagyobb esélyt adott az U20-as csapatnak majd az országos döntőre, mert azért most elég valószínűleg tartom, hogy mondjuk a Szolnok, a Körmend, az Albafehérvár ellen nem igen fognak megsérülni ezek a 20 esztendős játékosok, mert nem igen kerülnek pályára. Hogyha mondjuk a középszakaszt a középcsoportban küzdenénk végig, ott nagyobb esély lenne rá. Én úgy gondolom, hogy a középház az ugyanolyan veszélyes, mint a felsőház. A felsőházban ugye azért fogunk küzdeni, hogy mindenféleképpen pályaelőnnyel tudjuk kezdeni a playoffot, és úgy gondolom, hogy ezzel nem teszek, meg nem is teszünk nyomást a csapatra, mert a játékosoknak is ez a célja, hiszen hazai pályán eddig veretlenek vagyunk, és szeretnénk is ezt megőrizni, és ezt tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, mind a középszakaszban, mind a rájátszásban. A másik dolog a fiatal játékosok szerepeltetése, azért nem titkom azt lehet érezni, hogy a csapaton van egy elég nagy eredménykényszer, és mindenki azt akarja, természetesen mi is, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Ebben nem mindig fér bele az, hogy a fiatal játékosok hogy játszanak. Van egy erős légiós és magyar mag, akiknek megvan számolva a mérkőzéseknek a fő feladata, és ha abba beleillik a fiatal játékos profilja, akkor természetesen játszik, ha éppen nem, akkor viszont mindenféleképpen itt már az eredmény az, ami a legfontosabb. De egyéb iránt így a Falkó abszolút nem blokkja a sorból, mert ha arra gondolok például, hogy a Körmend jó pár esztendővel ezelőtt az utánpótlás nevelésnek a fellegvára volt, tehát sorba jöttek a jobbnál jobb játékosok. Most van olyan meccs, hogy 5 külföldivel állnak fel. És emlékeim szerint sem a Szolnok, sem az Albafehérvár nem igen játszatja a fiatal játékosait, amit mondtál, tehát lényegében eredménykészszer van mindenhol. Ez egy trendet Magyarországon, ugye mindenki hoz 5 légióst, és egyszerűbb válasz az, hogy más is hoz 5 légióst, mert akkor viszont egyből lehet a rivalizálás. Egy fiatal játékosban több munka kell, és úgy gondolom, hogy ezért is visszatérve arra, hogy egy NB1B-s csapat az milyen fontos lenne a városnak, hiszen ott már közel egy első osztályú szintet tapasztalnak meg a játékosok, és tudnak fejlődni, és onnan könnyebb ugrani az A csoportban, mint például egy U20-as bajnokságból.
Hát azért, hogyha arra gondolunk például, hogy ugye a Falkonok a felnőtt csapatában jelenleg két olyan játékos is van, Váradi Benedek és Bognár Kristóf, aki saját nevelés és rendszeresen kap játék lehetőséget, akkor a srácok gondolom azért látják, hogy van értelme a Merónak így is. Persze, hogy van, és ezt mindig is mondjuk nekik. Nekik fontos, hogy legyen céljuk, és szeretnénk, hogyha a Falkóban van az a céljuk, hogy ők szeretnének itt játszani és minél hamarabb beépülni. Már nem holnap lesz, de ettől függetlenül nagyon sok sikert kívánok az országos döntőbe, akár még az aranyéremre is akkor lehet esélyünk. Biztos, hogy nem feltartott kézzel megyünk, és a maximumot próbáljuk kihozni magunkból. Én köszönöm szépen, hogy befogadta, és akkor még egyszer sok sikert kívánok. Kedves nézőink, Pipék, akkor a végén ismét forgalkozzunk gyerekekkel, már csak azért is, mert egy remek kezdeményezés volt, mégpedig egy zsinór labda rendezvény. Nézzük, hogy mit akar ez a nagyon-nagyon hangzatos elnevezés. A szövetségben fontosnak tartjuk, hogy már az óvodásokat is megszólítsuk, hiszen azt látjuk, hogy a többi sportág is már ezzel próbálkozik. Elindult az óvi foci, az óvi kosárlabda, úgyhogy mi is szeretnénk felzárkozni, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a kis zsinórlabdázással egy olyan élményhez tudjuk juttatni a gyerekeket, ami akár maradandó lehet, és a későbbiekben nagy eséllyel fogják kipróbálni ezt a sportágat. Itt Szombathelyen különösen örülünk annak, hogy ennyi gyerek összejött, ugyanis régi hagyománya van a sportágnak ebben a városban, és nagy reményeink vannak, hogy ezek közül a gyerekek közül jó néhányan a későbbiekben felkeresik majd a szombathelyi röplabda szakosztályt, és elindulnak a röplabdás karrierjükben. Nagyon örülünk, hogy eljöhettünk erre a zsinór röplabda bajnokságra, mert ez egy annyira jó dolog, hogy a gyerekek különböző sportágokat megismerhetnek, és a mai világban úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy a gyerekek minél több ismeretet szerezzenek a különböző mozgás lehetőségekről, és ezek a játékos, örömteli rendezvény, tehát lehet látni, hogy a gyerekek nem a megmérettetésért jöttek, hanem az örömteli játékért, és én azt mondom, hogy ez ilyen rendezvényeket akár országosan is ki lehet terjeszteni, és itt nem kell különösebben nagyobb ügyesség a gyerekeknek, csak átdobunk egy labdát, elkapunk egy labdát, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekek életkori sajátosságának megfelelő kihívás, és a mozgás koordinációjukat javítja, és egy nagyon jó kedvű napot eltölthetünk, és külön ki szeretném emelni azt, hogy közel 150 gyereket mozgatott meg itt a városban ez a rendezvény, és nagyon-nagyon jó szervezettséggel, és nagyon-nagyon jó programmal a mai nap folyamán, és ezt nagy örömmel üdvözöljük mi az óvodába, mind a kolléganőim, mind a gyerekek nevében, és köszönjük ezt a lehetőséget. Most láttam ezt az összefoglalót először, de nyugodtan mondhatom szerintem, kedves nézőink, egyetértenek önök is, egy remek kis rendezvény volt, és egy remek kis összefoglaló. Az illendőség megkívánja, gyorsan elmondjam, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola stábja készítette, köszönjük nekik, és akkor gyorsan néhány információ itt a műsorunk végére. Ugye, ahogy már említettük a birkózó bejátszónál, hogy az U23-as Európa-bajnokság az majd a keddi napon kezdődik el, tehát holnap. Én javaslom, hogyha szeretnének egy színvonalas sporteseményt megnézni,
akkor látogassanak ki az Aréna Szamáriába. Az információink szerint egyébként a holnapi napon kiderül majd az is, hogy mi pontosan a menetrendje a felsőházi rájátszásnak, tehát megtudhatjuk majd azt, hogy a Falkó csapata mikor és hol lép pályára. Ha én jól tudom, és jók azok a hírek, amelyeket hallottam, elsőként majd az Alba Fehérvár látogat ide Szombathelyre, de nem szeretnék semmit sem elkiabálni, a pontos információk holnap már biztosan elérhetők lesznek, valószínűleg a délutáni órákban. És akkor, hogy a műsorunk elején mondtam, most ezúttal nem lesz sorsolás, de a következő adásunkban majd, akkor kétszer két darab belépőjét sorsolunk ki a Falkó következő hazai bajnoki mérkőzésére, amit majd akkor a jövő héten már tudunk is, hogy mikor lesz és hogy hol, hát hogy hol, az természetesen az Aréna Szamáriában. Én a mai napra kollégáim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Itt a Szombathelyi Televízióban hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!